Sziasztok! Áldás békesség mindenkinek! Én Lakatos Krisztián vagyok Boraszőlőről. Ma én teszek nektek bizonyságot arról, hogy milyen csodás a hatalmas és mi Istenünk, és hogy nem mindent megbocsát nekünk, és hogy nélküle sehol nem lennénk a világon. Ő az, akiben szemrebben és nélkül megbízhatsz. Ő az, aki mindig veled van, és fogja a kezed. És ő az, aki nem hagy el soha. Nagyon sokszor átértem már azt, hogy ezen a világon egyedül vagyunk. Vannak barátaink, vannak sok szeretteink, vannak olyan emberek, akiket azt hiszed, hogy a tiéd, a barátaid. Vannak olyan emberek, akik azt hiszed, hogy ők soha nem hagynának cserben. És vannak olyan keresztény testvéreid, akiknek azt hiszed, hogy mert keresztények, olyanok, mint te vagy, vagy olyan, mint az Isten. Nagyon sokszor elkövettem azt, hogy emberekbe hiszem, és nem a magas szállós Istenben, aki teremtette, aki feláldozta magát, értem is. Ezáltal nagyon sokszor csalódtam benne, és úgy éreztem, hogy elhagyott. És soha nem ő hagyott el, hanem én hagytam el őt. Elfordultam tőle, lelkileg megtörtem. Úgy éreztem, hogy ez az élet nem az enyém. Nagyon sokszor volt úgy, hogy fel akartam adni. De mindig jöttek olyan pillanatok az életemben, ami életre derített, kedvet adott, és boldogságot. Sokszor van úgy, hogy azt hiszed, hogy az élet egyszerű. És élni kell, meg kell élni a napot. Igen, meg kell élni. És mindent el kell kövess, hogy élj. De nem mindegy, hogy hogy. Élni kell azzal az egy emberrel, aki az életét feláldozta, érted? Értem, mindönként. Mert az az ember ad neked életet. Az az ember ad neked reményt. Az az egy ember ad neked új ruhát. Tiszta lelket. Azzal lehetsz erős. Azzal győzöd le a félelmeid. Azzal vagy olyan ragyogó, hogy az emberek ragyoghat, csodálkozhatnak benned, és fény lehet a szemükben. Az életemben mindig van ilyen ember. Csak az a baj, hogy sokszor nem veszem észre. Van úgy, hogy azt hiszem, hogy ez egy megszokott, mert hogy ő soha nem fog elhagyni. Az, hogy ő van, az nekem egy csodálatos dolog. Igen. Csodálatos. Csak az, hogy nekem is ki kell mellette tartanom. Mert ő az, aki bármit megváltoztat az életemben, és megváltoztat. Ő az, ami formált engem. Ő mentette meg az életem. Csodákat tett a családom számára és az én számomra. És vele vagyok erős. Az, amikor azt hiszed, hogy a világban bármit megszerezhetsz. Igen, megszerezed. De a szeretetet, ami itt van, az örömöt az arcodra, a boldogságot, sehonnan nem kaphatod meg pénzének, és sehogy. Azt ki kell érdemeld. Azt meg kell, hogy kapd. Arra méltónak kell, hogy legyél. Na, mi Istenünk is ugyanilyen, hogy bármilyenek vagyunk, és bármit cselekszünk. Ő akkor is ott lesz velünk, és nem hagyja, hanem fogja a kezemet, és visz. És ő bármit elkövette kellene, ő méltónak talál az ő szeretetére. Annyi mindent kaptam már tőle, hogy el nem tudom mondani, hogy én soha nem tudom azt neki visszaadni. És ő nem várja el, hogy én ezt visszaadjam. Amíg ez az egy év van, tudom, hogy mindenkinek már a hócipőért teli van ezzel a vírussal. Igen, nekem is. Ez a vírus annyi mindent elvett tőlünk.
annyi mindent ellopott az életünkből, ami megszokott volt. De gondoljunk bele, hogy mennyi mindent adott. Nagyobb hitet. Annyi embert látok a napokban, Facebookon, Messengeren, mindenhol, posztok oldalán, hogy mennyi ember közeledik az Úrhoz. És annál gyönyörűbb szebb nincs, amikor fellépsz egy csatornán, és azt látod, hogy emberek több száza követi az Urat, amire vágytál egész életedben. És én is ugyanerre vágyom, hogy követhessem, és tudom, sokszor szerbe hagyom. De tudom, hogy ott van mellettem. Arra kellett rájöjjek, hogy emberekben nem lehet, de benne mindig megbízhatok. És az, hogy mit jelentett egy hívőnek az, hogy hit, az, hogy feltétlenül szeretet, feltétlenül hit, feltétlenül bíznod kell benne, és nem őt hibázta azért, ami van. Nagyon sok mindenki keresztül ment mindenen, de mégis, ha belegondolsz, a családoddal vagy. Boldog vagy. Többet foglalkozunk egymással, mint azelőtt. Nem mindig a gépen ülsz és Facebookon csetelsz, hanem a családoddal vagy együtt. És nekem ez a csoda, hogy én megélhetem azt az Jézus szeretetében, hogy milyen az, amikor boldog lehetek, amikor adhatok, amikor adnak nekem is, úgy adják azt ide az életembe, hogy semmit nem várnak el érte. Amikor megtudod azt, hogy mennyi szeretted van, amikor egy ilyen videót, amit most én nektek elküldök, megnézik, és más embereknek adsz reményt. Amikor azt látod, hogy a te megszólításoddal, a te szereteteddel más megszólítasz. Amikor az életedben látják a csodát, a változást, és elindítasz valakit az úton, hogy ne a görbe úton, hanem az egyenes úton menjen. Az az út, amit Isten ránk bíz, amit nekünk ad, hogy mi is megéljük, és hogy vele lehessünk. Az, amikor a kezedet fogja más, vagy ő, és ketten sétáltok felé, vagy amikor megkapod azt, hogy nem vagy egyedül, mert soha nem vagy egyedül. Az, amikor jönnek a gondok, a bajok, te ragyogsz, és megmutathatod, hogy gondokkal, bajokkal is van, aki melletted áll, oda fent, és ott minden benned van, és ragyogsz, és megmutathatod, hogy igen, félek, de valaki ott van, és ad erőt, és vele bármit le tudok győzni, és nekem ő megadja azt, amit másnak soha, mert mindenkinek megadja, csak kérni kell. Ami más soha nem tud megadni, emberi lélek, azt az Úr megadja. Gondolj bele abba, hogy hányszor volt az, hogy könyörögtél az Úrhoz, hogy mentse meg a családtagodat, legyen melletted. Hányszor voltál egyedül? És mindig azt hitted, hogy nincs veled senki, de ott van melletted. Ő mindig ott van mellettünk. Ő mindig ott van, és fog minket, és ó, betakarj a karjába. Az a szerető Isten, aki nélkül a lelkem már rég nem létezne. Aki nélkül már lehet nem lennék ezen a világon. Aki nélkül nem lenne boldogságom. Aki nélkül nem ez lennék, aki most vagyok. Aki nélkül kimondhatom, hogy lehet, hogy börtönbe lenné. Aki nem tanított meg az életre. Aki nélkül nem tudnám, mi az, hogy adj. Aki nélkül nem tudnám azt, hogy mi az a feltétlenül szeretet. Aki nélkül nem tudnám azt, hogy milyen az, amikor látok egy másik emberen segítek, és látom egy másik emberben a mosolyt, a boldogságot. És hogy ez nekem is milyen boldogságot ad. Egyszer próbáljátok ki azt, hogy így meggondolatlanul látok valamit kit, egy hajléktalant, vagy bárhit az utcán, menj oda, öleld meg. Az, amit ő adni fog neked, ez a szeretet. Gondoljunk bele, ebben az egy évben hányszor öleltem meg a barátaid, szeretteid. Most már levegőben a csapással köszönünk egymásnak. Vagy messengeren küldünk egy lájkot. De ha vele vagyunk, az egész életemben bármi lehetséges. Arra kérlek mindenkit, hogy
Én, te, meg senki nem tudjuk megváltoztatni ezt a világot. De vele együtt bármire képesek vagyunk. Bármire az életünk során bármit megtehetünk. Lehetek én szegényen is boldog. Lealudhatok én az ég alatt. De boldog lehetek vele. Nagyon nehéz volt ez az egy év és az életem során. Sok minden. De mindig hányszor feljöttem a gödörbe, mert ő felhúzott. És köszönöm azoknak, akik mellettem álltak. Akik támogatnak. Akik erővel akik erőt adnak. Akik úgy próbálnak velem élni, ahogy vagyok. Köszönöm nekik azt, hogy Istenhez vezetnek, ahányszor eltévedem. Köszönöm, hogy boldog lehetek. Köszönöm azt, hogy megismerhettem az én megváltó atyámat. Megismerhettem az én apámat. Hogy megtudhatom, mi az a szeretet. Hogy átélhetem azt, hogy milyen az, amikor te szeretsz. Hogy milyen az, amikor te adod a szeretetet. És milyen az, amikor visszakapod. Szóval én azt mondom, hogy a életem során nagyon sok mindent kaptam az Úrtól. Nagyon sok boldogságot, nagyon sok örömöt. Nagyon sok örömöt okoztam másnak. Nagyon sok gyógyulás hozott az életembe a családomban. Nagyon sok élményt élhettem meg vele együtt, és azokkal az emberekkel, akikkel táborokat szervezek. Vagy bármit megteszek az ő nevében. Az, amikor azt hiszed, hogy ennyi az egész, nem. Az univerzum nagy, és mi nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Szóval így köszönök el tőletek Jézus nevében, hogy Isten áldjon mindenkit, és figyeljünk oda egymásra, mert az Úr szeret. Ő mindig szeretni fog. Ő mindent elkövet azért, hogy te az ő gyermeke legyél. És hogy te vele legyél a paradicsomban, most mondom, hogy vele legyél a mennyországban. Mert én kiamondom, hogy én vele szeretnék lenni. Tudom, hibáztam. Kaptam tőle többször fehér ruhát. Sokszor besároztam. De mindig ki tudom mosni. És ez a polt eltűnhet. Szóval bármilyen ruhát szennyes, és bármilyen folt van a ruhádon, azt te ki tudod mosni, és a port eltűnhet. Szóval arra biztatok mindenki, hogy az Úrral élni, az Úrral lenni tökéletes. Hibáink vannak, és hibák lesznek. Nehézségek jönnek, és mennek. Elcsutlasz, elbotlasz, mélységbe zuhansz. Úgy látod, hogy nem lesz kiút, de mindig van. Mert ha őt szólítod, ő ott lesz melletted. Most is itt van mellettem, érzem, hogy nektek itt beszélek ezen a laptopon keresztül, úgy érzem, mintha itt lenne velem, és veletek is. Úgyhogy arra kérek benneteket, vigyázzatok magatokra. Szeressétek a testvéreiteket, az embertársaitokat. Szeressétek önmagatokat. Fogadjátok el úgy, ahogy vagytok. És szeressétek az Urat. Kövessétek, mert nélküle semmik vagy. Isten áldjon benneteket, drága testvéreim, és kívánom nektek, hogy legyen boldog az életetek az Úr Jézus Krisztus nevében, az Úr Jézus Krisztussal, és imádkozzatok a többi társaitokért, hogy minél több ember juthasson az Úrhoz, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el, és ez már hamarosan is lesz. Sziasztok!